22 új busz a megyeszékhelyen, 1,5 milliárd forintból korszerűsítették a járműveket. Véget ért a 29. Csabai Garabonciás napok. Hétfőn munkába állt az új diákpolgármester. Békési kolbászvigalom. Több mint 40 csapat gyúrt a felnőttek szombati versenyén. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. 22 új busszal bővül a Békés megyei autóbusz állomány. A Volánbusz jármű fiatalítási programjában 1,5 milliárd forint értékben érkeztek, illetve érkeznek majd korábban forgalomban nem használt járművek. Modern, új autóbuszokkal bővül a Békés megyei állomány, kezdte köszöntő beszédét pénteken a térség országgyűlési képviselője. Herceg Tamás fontos mérföldkőnek nevezte a fejlesztést, hiszen a Békés Csabai és a megyei utasok kényelmes, minden igényt kielégítő buszokon utazhatnak majd. Nagyon sok feltételnek felelnek már meg ezek az új buszok, tehát egyrészt akadálymentesítettek, ez azt jelenti, hogy kerekesszékkel is, illetve babakocsival is föl lehet szállni, lehet rögzíteni a kerekesszéket, hogyha valaki úgy száll föl ezekre a buszokra, természetesen légkondicionáltak, természetesen olyan szolgáltatás is van, ami informatikai alapon ugye tájékoztatja az utazóközönséget arról, hogy éppen hol tartunk, mikor indul a busz. A 22 új autóbusz éves szinten 1,6 millió utas számára nyújt biztonságos és minőségi szolgáltatást. Erről már a Volánbusz ZRT általános vezérigazgató helyettese beszélt. Bui Loránd kiemelte, hogy a járműveknek köszönhetően a megye autóbusz állományának átlag életkora 15 évről 12-re csökkent, és a flotta 11%-a újult meg. A csuklós autóbuszok elsősorban a nagyobb forgalmú Békés Csaba elővárosát, Békést, Gyulát kiszolgáló forgalomban fognak majd helytállni. A Credo Innovel típusú autóbuszok azok a megye határokat átlépő közlekedésben fognak majd szerepet vállalni, például Békés Csaba és Debrecen között. És a Credo Econel autóbuszok azok inkább a kis települések közötti utasforgalomban várják majd az utazóközönséget. Az általános vezérigazgató helyettes azt is kiemelte, hogy folyamatosan fejlesztik a megye helyközi közlekedését. Ennek eredményeként 2018 óta a most érkező járművekkel együtt összesen már 40 darab új autóbusz került, illetve kerül majd forgalomba ebben a térségben. Összesen 158 fedett, modern és egységes megjelenésű utasváró kap helyet Békés Csabán az év végéig. A kivitelező cég saját költségen vállalja a várók engedélyeztetését, telepítését és karbantartását is. Három hónap alatt összesen 160 fedett, a városképbe illeszkedő, korszerű buszváró épül Békés Csaba közterein, fogalmazott Szarvas Péter polgármester a szeptemberi közgyűlés utáni sajtótájékoztatón. Nagy siker, hogy úgy néz ki, meg tudunk állapodni egy olyan partnerrel, aki 158 teljesen új, modern, a városképbe illeszkedő buszvárót fog elhelyezni Békés Csaba közterületein. Ez azt jelenti, hogy több mint duplájára fog emelkedni a fedett buszvárók száma, és valamennyi teljesen új lesz. Nagyon sokan közlekednek busszal, ezzel az intézkedéssel pedig növekszik a várakozás kényelmi szintje, húzta alá, hangsúlyozva, nem csupán cseréről van szó. Számos helyen ugyanis nagyobb befogadóképességű várók épülnek a korábbi kisebbek helyett. A kivitelező 77 helyen lecseréli a meglévőket, 81 helyen pedig új buszváró épül. A képviselők a szeptemberi testületi ülésen fogadták el az erről szóló előterjesztést. Nagyon sűrűn nem buszozok, de én meg vagyok elégedve. Most a Lencsésén, ahol lakok, ott is éppen újítják fel a buszvárókat. Szerintem korszerűek, amit én látok. Lehetnének egy-két helyen tisztábbak is, ez tény és való, de nincsenek olyan rossz állapotban szerintem. Nem vagyok megelégedve. Felső része oké, oldala is, csak aki az alját csinálta, ahol kéne állnunk, víz áll, ha esik az eső. Ez az egy, semmi több. Általánosságban jó minden, egy-két helyen nincsen még fedett busz, váróhely, ott esetleg lehetne azt változtatni. A kivitelező saját költségen vállalja a várók engedélyeztetését és telepítését, a fogadószint kialakítását, a régi várók telephelyre történő beszállítását,
valamint az új létesítmények karbantartását. A cég kedvezményes hirdetési lehetőséget ad az önkormányzat részére, valamint ingyenes tájékoztatási lehetőséget is biztosít, méghozzá információs táblák kihelyezésével. Az Andrássy Gyula gimnázium és kollégium győzelmével zárult az elmúlt héten a 29. Csabai Garabonciás napok. Az iskola jelöltje Szántó Zalán, mint újdönsült diákpolgármester, valamint a két diák alpolgármester hétfőn már el is kezdte a munkát, és részt vett a városvezetői ülésen. Az új diák képviselők a Városháza polgármesteri irodájába látogattak hétfőn reggel, ahol Szarvas Péter fogadta a Garabonciás napok első három helyezettjét. A polgármester, valamint Varga Tamás és Nagy Ferenc alpolgármesterek a Garabonciás napok élményeiről, valamint tapasztalatairól kérdezték a diákokat. Ezt követően a városvezető gratulált minden induló iskola jelöltjének. Véleménye szerint idén is kulturált körülmények között zajlott az országos szinten is egyedülálló diákrendezvény. A szokásosnál jobban izgultunk, hiszen a járványügyi szabályok miatt nem lehetett olyan teljes körű 4 vagy 5 napos rendezvénysorozatot megtartani, mint a korábbi években, de a fiatalok nagyon jól alkalmazkodtak az új szabályokhoz, és Garabon City nélkül erre a 4 napra igazi pezsgő belvárost és iskolai életet produkáltak, hál' Istennek. Szántó Zalán a fogadáson kiemelte, a következő 1 évben mindent megtesznek azért, hogy megfelelően képviseljék a diákság érdekeit a Békés Csabai városvezetésnél. Leegyeztettünk már az alpolgármesterekkel, biztosan létrehozunk egy közösségi teret a diákoknak, biztos, hogy zöld Békés Csabát szeretnénk létrehozni, illetve minden önkormányzattal kapcsolatos dologgal nagyon bizakodóak vagyunk, és mindent megpróbálunk megtenni Békés Csaba érdekében. A fogadást követően az újonnan megválasztott diákvezetők azonnal bekapcsolódtak a munkába, és részt vettek a városvezetői ülésen. A második békési kolbászfigalom első napja leginkább a fiatalokat, a második pedig az idősebbeket célozta meg. Ennek jegyében mindkét napon kolbászkészítő versenyt szerveztek az adott korosztálynak. A békési városvezetés 2 évvel ezelőtt azt tűzte a zászlójára, hogy minden rendezvényét megyei szintre emeli. A kolbászvigalom egynapos eseményként indult el, mostanra pedig már 2 napossá bővült. Pinteken több száz gyermek gyúrta a kolbászt, szombaton pedig a felnőttek veselkedtek neki. Több mint 40 csapat készítette a valódi békési kolbászt, mindenki a saját receptjét hozta. Az apáról fiúra szállnak a receptek, szokták kérdezni, hogy mondjuk el azt a titkos receptet, hogy mi az. Addig még csinálja az ember, de mindig van egy minimális momentum, amit mindenki megtart magának. Igazából szerintem ettől lesz igazából békés kolbász. A zsűrizés szempontjai között a higiénia, a hagyományok ismerete, azok megtartása, valamint a dekoráció is szerepet játszik. Az ítészek ezután veszik górcső alá a kolbász elkészítését, az, hogy milyen fűszerek kerülnek a feldolgozott húsba, és mindezt hogyan elegyítik a versenyző csapatok tagjai. Jöhet a töltés, majd pedig a korona, a kóstolás. A zsűritagok ezeket a momentumokat mind együttesen rangsorolják, és ez alapján hozzák meg a végső döntést. Nagyon fontos, hogy hagyományt kövessék, akik versenyeznek, illetve modern higiéniával készítsék el a kolbászokat, és hát a fűszerezés pedig mindenki hozza a családi receptet. Hát az mindenkinek a saját titka. Békésre jellemző egyébként, hogy markásabban fűszerezünk, mint átlába itt környéken a Békés Csaba, illetve a gyulaiak. Mi több köményt teszünk bele, és egész köményt is teszünk bele. A szervezők azt szerették volna elérni ezzel a rendezvénnyel, hogy felkerüljenek az ország gasztro térképére. Ez minden kétséget kizáróan sikerült, hiszen a békési kolbász is épp úgy méltó a figyelemre és megbecsülésre, mint a békés csabai, vagy éppen a gyulai testvére. A mezőmegyeri sportkomplexum egész szombaton várta a sport és a közösségi programok kedvelőit. Az eseményen nem csak a sportolásra volt lehetőség, hanem egy közösségi ebéden is részt vehettek a kilátogatók. Egész napos sportprogramot szerveztek a családok részére Mezőmegyeren. A Mezőmegyer Sportjáért Egyesület elnöke arra emlékeztetett,
hogy a sporttelep helyén több mint 10 évvel ezelőtt csupán egy legelő volt. Arra is kitért, hogy a pandémia nem csorbított a csapat erőnlétén és a sporthoz való hozzáállásán. Szerencsére a sportot nem állították le, mármint a sportszerű mérkőzéseket meg a edzésekre, akinek versenyigazolással rendelkeznek, azok tudtak folyamatosan edzeni. Szerencsére utána a mérkőzéseket is megengedték. Szerencsére jó formában vagyunk, mind a két csapatunk jelenleg vezeti a tabellát. Az első csapatunk az följebb jutott a megye 2B-ből a megye 2A-ba, és ott is jelenleg vezetjük a tabellát. A komplexumban nem csak focizhattak és használhatták az ugrálóvárat a sportolók és a gyerekek, a szervezők délben csülökpörkölttel is kedveskedtek a közösségnek. Az a sok fejlesztés, ami itt történt, és egy ilyen sportkomplexum jött létre, az látszik, hogy mondjam, jó helyre került a pénz, mert egy az, hogy az itt lévők közösségi térként nagyon szeretik ezt a területet, és a csapat meg jó szerepel, tehát jönnek már oda, ott utánpótlás csapat is kell egyebek, tehát ez jó működik. Rendszeresen igyekeznek ilyen jellegű sportprogramot rendezni Mezőmegyeren, például családi napot, tette hozzá az alpolgármester, aki szerint erre most különösen nagy igény volt, mert a pandémia többször is keresztül húzta a korábbi kezdeményezéseket. Özbas Szofia az 5. helyen végzett a nők 63 kg-os mezőnyében az olaszországi Olbiában rendezett junior cselgáncs világbajnokságon. A békésmegyei kanó judo ese versenyzője egy kirgiz és egy georgiai rivális legyőzése után a negyeddöntőben vereséget szenvedett a holland Van Lieshout ellen. Mivel legyőzője bejutott a döntőbe, így a magyar versenyző a Vigaszágon a bronzéremért küzdhetett. A Román Ivanescu elleni diadal után a 3. helyért az idei Európa-bajnok Katarina Krisztóval mérkőzött. A horvát cselgáncsozó egy utolsó másodpercekben elindított akcióval meglepte Özbas Szofit, aki így vereséget szenvedett, és a 2019-es junior világbajnoki aranyérem után ezúttal az 5. helyen zárt. Győzelemmel mutatkozott be hazai pályán vasárnap a férfi kosárlabda MB2 keleti csoportjában szereplő Békés Csabai Kosárlabda Klub. A Viharsarki együttes a Szolnoki Olaj csapatát múlta felül 14 ponttal vasárnap este. Lassan lendült játékba a fehér mezben pályára lépő Békés Csabai KK. A Szolnoki együttes magabiztosan kosarazott és az első negyedet 20-11-re nyerte meg. A második 10 perc már a házigazdáé volt, összeállt a csabai védelem és a támadások is kosarakkal zárultak, így a csapatok 35-31-es viharsarki előnnyel mentek a nagy szünetre. A fordulást követően a támadó játékon volt a hangsúly. Mindkét együttes eredményesen támadott, a Békés Csaba már 62-52-re vezetett a harmadik negyed után. Az utolsó 10 percben is Jancsika Árpád együttese bizonyult pontosabbnak. A Békés Csabai KK végül 88-74-es sikert aratott a Szolnok ellen. Úgy gondolom, hogy nehezen indult, aztán hullámvölgyökön keresztül a meccs végén szerencsére győztesen jöttünk ki, de úgy gondolom, hogy még szezon elején belefér ez, de a későbbiekben nem fog beleférni, ez a sok hibázat. Jó. A Csabai együttes két fordulót követően hibátlan mérleggel áll az MB2 keleti csoportjában. A Viharsarki együttes a nyitófordulóban a Kiskun Félegyházát múlta felül 105-64 arányban. Nagyon nehéz mérkőzés volt, és pont ilyenre számítottam, mivel nagyon sok betegség volt velünk, vagy a csapatunkban az elmúlt 2 hétben, így nem úgy tudtunk készülni, ahogy szerettünk volna. Az érződött végig egyébként, hogy rutinosabbak vagyunk, talán egy szinten még feljebb vagyunk, mint a szolnoki fiatalok, viszont ez egy nagyon erős csapat, szerintem az országos bajnokságban ők fogják nyerni az U20-at, úgyhogy ez egy nagy fegyvertény volt, hogy most megvertük őket hazai pályán. A csabai kosarasok legközelebb október 20-án 18 óra 30 perctől a Mezőberény otthonában lépnek pályára. Nem sikerült az újabb győzelem a Békés Csaba 1912 előre második csapatának az MB3-ban. A feketemezes Putnok már a 10. percben vezetést szerzett. Lackó Krisztián több mint 20 méterről vette be a kaput. A 25. percben a Békés Csaba állt közel a gólhoz, de Tóth Péter 5 méterről fölé rúgta a labdát.
A vendégcsapat a 40. percben emberelőnybe került, miután Cvalinga Áron szabálytalansága után megkapta a második sárgalapját a játékvezetőtől. A 44. percben Váradi Ádám végzett el egy közeli szabadrugást, de Pápai Krisztián kapufára tolta a labdát. A 66. percben egy előreívelés után I. és Tamás állt közel az egyenlítéshez, de a kapuson túljutó labdája végül nem érte el a gólvonalon túlra. A 80. percben kiegyenlítődött a létszám. Sági Félix is megkapta a második sárgalapját és az ezért járó piros lapot. Az eredmény a hajrában már nem változott, így a Putnok 1-0-ás győzelemmel megszerezte a 3 bajnoki pontot. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!